Az első fél időben a Békés Csaba vezetett 2-0-ra, a másodikban visszajöttetek a meccsbe, és a lélektani előny nálatok volt. Azt gondolom, hogy ha nincs a kiállítás, még akár meg is nyerhettétek volna ezt a mérkőzést. Arra kérek, hogy értékeld a mai találkozót. Hát tudtuk azt, hogy hazajöttünk az élethalál mérkőzés, hiszen elég nehéz szituációban voltak ők. Ez ismerő számunkra is, nem is olyan régen mi is ilyen cipőbe jártunk, aztán szerencsére most már mi azért valamennyire följebb léptünk, de ettől függetlenül a Békés Csaba úgy lépett fel, hogy föl kell lépni egy ilyen mérkőzésen, hazai pályán főleg, és az első félidőben be kell valljuk, férfiasan sokkal jobban játszott nálunk, megérdemelten szerzett 2 gólos előnyt. A szünetben próbáltunk az saját játékosaink fejében rendet tenni, illetve próbáltunk jó néhány taktikai változást is eszközölni, emellett 2 cserét is végrehajtottunk. Szerencsére ezek ültek, a Békés Csaba fölé kerekedtünk, és összességében ez nagyon jó fogalmazta talán, hogy nagyon boldog vagyok az 1 ponttal, roppant értékes pont, de hogyha nincs a kiállítás, lehet, hogy ez még 3 is lett volna. Ettől függetlenül, hogy mondtam, elégedettek vagyunk és boldogan megyünk haza. A második fél időben mutatott játékkal már elégedett voltál egyébként teljes mértékben? Hát azért mindig van hova fejlődni, vezetőedzőként mindig van hova a csapatot ösztökélni, még jobban játszunk, de jól játszottunk. Azt gondolom, hogy lelkesek voltunk, küzdöttünk, taktikailag fegyelmezettek voltunk, és összességében megérdemelten egyenlítettünk. Az más kérdés, hogy a lelkesedésünk, a harciasságunk néha átcsapott, sajnos az ellenfélnél is volt egy-két ilyen szituáció, amikor kakaskodásban és a durvaságban, ez nem volt szép, de talán a foci része talán belefér, bár nálunk volt olyan buta kiállítás, ami befolyásolta a mérkőzés végeredményét. Összességében harcos, jó meccs volt, és szívből kívánok hazajátunk sok-sok sikert. A csapatod ugye ott van a Magyar Kupa legjobb 4 csapata között, ráadásul a bajnokságban is a 10. helyen álltok. Mi a kimondott cél a továbbiakban még erre a szezonra? Hát kimondott vagy nem kimondott, de én kimondom most neked, ha megkérdezett, hogy nagyon szeretnék bejutni a kupa döntőbe a csapatommal. Olyan meghatározó élmény lehet akár a játékosoknak, akár persze nekem is. Én játszottam kupa döntőt játékosként, ez egy fantasztikus lehetőség, Budafok történelmében még soha nem adatott meg a klubnak. Szeretnénk ott lenni, akkor is, hogyha nagy nevű ellenfélre fogunk találkozni. A bajnokságban pedig szeretnénk folytatni, ahol akár ma is abba hagytuk, mert tavaszunk az egészen kiemelkedő. Minél több pontot szerezni, minél több gólt szerezni, és minél több győztes mérkőzés után boldogan hazamenni. Kettő nullára vezetettek a mérkőzésen, végül is egyenlített a Budafok. Számtalan helyzet kimaradt, ez is közrejátszott abban, hogy nem sikerült megnyerni ezt a mai mérkőzést? Hát igen, de 2-0-nál, vagy 2-0 után meg kell nyerni egy ilyen mérkőzést, bármennyi helyzetet hagyunk ki. Lezárhattuk volna még ott egy harmadik, negyedik, akár ötödik góllal, mert volt 3-4 óriási zicserünk még, azt nem sikerült értékesíteni. Sajnos kényszerű cserék miatt meg kellett bontani a csapatot, és akik beszálltak, azok most nem nyújtottak olyan teljesítményt, ami megfelelő egy ilyen mérkőzésem, és ez 2 pontunkba került most. Találkozó előtt úgy érzett, hogy például Cékus se tud játszani, őt is lecseréltett 2-1, mint ahogy Hamedet is. A szurkolók is kérdezték, egy taktikai változtatás volt, vagy esetleg már nem bírták tovább a játékot a mai mérkőzésen? Hát az első csere a Szabó Csabi sérülés miatt egy játék megszakítás volt, kényszerű csere. A Lukács és a futó betegek és nem tudták tovább pályán maradni. A Cékus az pedig egy sérülés, a bokája kifordult, kénytelen voltam cserélni. Az a harmadik megszakítás volt, tehát még egy frissítést tudtam végrehajtani ott, és nem jól döntöttem, mert mondom, nem tudták ezek a cserék most azt a teljesítményt nyújtani, ami elvárható egy ilyen mérkőzésen. 2-2-nél szerinted mi siklott ki a fejében, ráadásul, hogy ott volt az ember előny is, de ezt viszont már sikerült gólra váltani. Hát ott az ember előny után már nem nagyon volt olyan gólszerzési lehetőségünk sajnos, de mondom, a játékunk se volt meg hozzá, mert egyszerűen elvesztettük a fonalat az utolsó 15-20 percre. A 2 olyan gólt kaptunk, amilyet nem szabad ilyen szinten kapni, és ez megbosszulta magát. 2 fontos meccs jön még. Az első 60 percben mutatott játék az pozitív gondolatokra adhatott okot az elkövetkező 2 mérkőzésen? Hát ebből a meccsből így túl sok pozitívumot
nehéz megragadni, de nyilván megpróbálunk idegenbe vagy, elhozni a 3 pontot végre, mert ez a mostani, meg a múlt heti mérkőzés is olyan volt, amit meg kellett volna nyernünk, és ezek nagyon hiányoznak, ezek a pontok.